Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön egy kis Black Ops 2, úgyis kértétek, hogy szeretnétek látni, nagyon rég nem játszottam, rászántam magam, elmentem, és hát egész jó sikerült, ahhoz képest, hogy milyen rég játszottam vele utoljára, de amint látjátok, a cím maga az indulhat a verseny, és akkor már, hogyha a Necrova című videóra ugye megjött a több mint 100 like, amiben arról volt szó, hogyha több mint 100 like jön, akkor csinálhatok egy ilyen 1v1 technikát, és arra egyféle technikákat videósorozatot, és arra, hogyha valaki jelentkezik, vagy valaki, aki akarja, az jelentkezhet és segíthet nekem megcsinálni ezt a sorozatot, és mint sejtettem, ugye azért lesznek jelentkezők, de mondtam ugye, hogy 100-nál több like kell, hogy érdemes legyen azért foglalkozni ezzel és megcsinálni ezt a sorozatot, és egy ilyen quiz, egy verseny alapján ki fogom választani azt az egy illetőt, remélhetőleg szerencsés illetőt, aki segíteni fog nekem megcsinálni ezt a sorozatot, mert ugye egy-egy technikákat azért könnyebb ketten csinálni, mint egyel, mert akkor mindig lesz egy partner, aki segít, és meg tudjuk csinálni a különböző játékokat. És ja, és ugye ezt egy ilyen, mondtam, hogy ilyen quiz versenyben lesz megvalósítva, hogy fog ez kinézni? Ez úgy fog kinézni, hogy fel fogok tenni nektek egy kérdést, kicsit később a videó során. Fel fogok tenni nektek egy kérdést, ti arra válaszoltok. A válaszaitok alapján eldöntöm, hogy mely válaszok azok a jók, amikre úgy gondolom, hogy jók. Azok mennek tovább, egy következő videóban pedig el fogom mondani a következő kérdést, következő válasz, és megint csak továbbjutók lesznek az előző győztesekből. Ugye, és akkor a végén csak egy maradhat című történet. Talán vagy három vagy négy ilyen videó kérdés lesz, ezt még nem tudom, ezt a válaszítók fogják igazán eldönteni, hogy alakul. Nos, hogy fog alakulni ez az 1v1 technika, hogyha majd meg lesz a győztes? Szóval, hogyha tényleg meg lesz a győztes, az ne felejtse el, hogy nem ellenem fog játszani, hanem velem fog játszani. Igazából, úgyhogy valószínűleg valamilyen szinten ugye ellenem is fog játszani, amikor különböző dolgokat próbálnak alávetünk, de legtöbbször ugye egymással fogunk játszani, lesz itt azért elméletmegosztás, ki hogyan gondolkodik a Call of Duty-ról, 1v1-ről, stb. Ezért is lenne jó, hogyha egy COD tapasztaltabb COD játékos nyerne, ez most csak az én szívem vágya természetesen, de teljesen mindegy, hogy ki nyeri meg, hogyha kevésbé tapasztaltabb, akkor úgyis megoldjuk a dolgot, szóval emiatt semmi gond nem adódik. Csak ugye megvitatni az elméleteket azért bizonyos szempontból hasznosabb, és jobban lehet vele az emberek figyelmét megfogni, illetve jobb tanácsok is születnek. És ugye, hogyha van egy ember, aki segít, akkor jobban eszembe is jutnak a dolgok, miközben csinálom, és ezt ugye az egyik feliratkozóm írta, hogy ugye, hogyha csinálom és mondom, akkor lehet, jobban eszembe jutnak a dolgok, stb. És olyan dolgok is eszembe jutnak, amit eddig koddal kapcsolatban nem mondtam el. Nos, nagyjából ennyi lett volna, hogy elmondjam, szóval még egyszer mondom, ugye egy ilyen 3-4 videón keresztül fel fogok tenni kérdéseket, a győztes mindig tovább jut, a válaszoktól függ, hogy hány ilyen videó lesz, hogyha meg lesz a győztes, akkor együtt megcsináljuk ezt az 1v1 technikák sorozatot, aminek nagyon örülök, hogy azért kíváncsiak vagytok, még hogyha 100-an is, de kíváncsiak vagytok rá. Azért már azért nagyjából megéri megcsinálni ezeket a videókat, és akkor már tényleg mindent elmondtam Call of Duty-a kapcsolatban. SD technikákat nem fogok mutogatni, mind semmiképp, mert sose tudom, hogy mikor megyek vissza a klánozni, stb. És ilyesmik, szóval azt ne kérjétek, azt hiszem, majd lehet, hogy töltök fel ilyen SD videót, de azt ne, igazából azzal nem akarok foglalkozni, amúgy sem vagyok olyan nagyon skill játékos SD-ben. Viszont sokáig klánoztam, és azért megtanultam egy-két dolgot. Nos, de most jöjjön a kérdés, és nagyon figyeljetek, hogy hogyan fog alakulni, és nagyon kíváncsiak a válaszatokra, nem fogom megkönnyíteni a dolgotokat, direkt szeretném, hogy ez nehéz legyen, direkt szeretném, hogy ne mindenkinek sikerüljön, csak azoknak, akik úgy igazán rátermettek, hogy megválaszolják ezt a kérdést. Nehéz lesz a kérdés igazából, mert még sokszor felnőttek sem tudják megválaszolni, de
Azt tudom, hogy a feliratkozói rétegenek, aki nálam van, nagyon értelmes gondolati vannak, és értelmes gondolatokat szültök, és minél inkább próbálom kiszűrni ezeket az embereket, úgyhogy igazából a válasz teljesen széles körül lehet, nem egy konkrét válasz a kérdésre, viszont nagyjából megvan a válaszom, hogy mit várok tőletek, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog elszabadulni a fantáziátok ezen a téren. Szóval, most már akkor tényleg jöjjön az a bizonyos kérdés. Tietek a világ minden pénze, az életetek kiegyensúlyozott és boldog, mindenetek megvan, ami a világon embernek meg lehet. Mi az a következő lépés, amit az életedben meg fogsz tenni? Tehát mi az a lépés, amit meg fogsz tenni? Minden pénz a tied a világon, tehát senkinek nincs több pénze, mint neked. Mindened megvan, amit csak pénzért meg lehet kapni. Kiegyensúlyozott és boldog életed van. Mi az a következő lépés, amit meg tudnál tenni? Tehát mindened megvan, minden oké, okay, minden nagyszerű és tökéletes az életedben. Elértél mindent, és pénzed van, mindened van. Mi az a következő lépés, amit megtennél az életed során? Ez lenne a kérdés, hölgyeim és uraim. Ha a hölgyek válaszolnak, annak se bánom, az elég jó lenne egy hölgyet csinálni ezt az 1v1 sorozatot, az se lenne semmi. Azt hiszem, akkor lenne masszív érdeklődés, igaz, srácok? Na, de ez lenne a kérdés, kíváncsian várom a válaszokat. Úgy gondolom, hogy ez egy nehéz kérdés, és van rá igazából egy olyan válasz, amit én szívesen várnék tőletek, de a skála maga elég széles, és tényleg a válaszotok függényében fog eldőlni. Kijut a következő fordulóba, ahol még nem tudom, hogy mi a kérdés, de nem fogom megkönnyíteni a dolgotokat. És azért bízom bennetek, mert igen, tudom, hogy megy nektek az értelmes válaszadás, mert valahogy én megtaláltam azokat az embereket YouTube-on, és hál' Istennek egy normális és családias közösséget sikerült csinálni, kiszűrve a vérpistiket a csatornámról, hál' Istennek. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, még egyszer utána elmondom a kérdést, tehát minden pénz a világon a tietek, életetek kiegyensúlyozott, boldog, mindenetek megvan, mindent elértetek. Mi az a következő lépés, amit szeretnétek csinálni az életetekben? Nos, és kizárva az a válasz, hogy Necrocrimmel 1v1 technikák sorozatot csinálni. ez lenne a kérdés. Köszönöm a figyelmet. Remélem élveztétek ezt a játékmenetet. Itt közben egy bénázom a Dragonfire-ral. Amúgy az egyik kedvenc skillstickem, gyakorlatilag szinte másról is használtam így Black Ops alatt. Kivéve amikor a laptopos korszak volt, akkor még alig tudtam ezt is összeszedni, de amúgy amiatt van a nagy gép, azóta ezt tetszik nekem, ez a kis Dragonfire. Szerintem egy jó dolog, de itt masszívan bénáztam vele azért. Nos, tényleg ennyi lett volna, várom a válaszokat, nem is tudom, adok egy időkorlátot is, jó, tehát egy hetetek van válaszolni erre a dologra, szóval úgy egy hét után akkor feltöltöm a következő kérdést, nem fogom mondani, külön videót nem töltök fel azért, hogy most van lezárva a videó, tehát ennek a videónak a feltöltési idejétől számított egy hét a határidő, hogy válaszoljatok a kérdésre, ne kapkodjátok el, nincs olyan, hogy kétszer válaszol valaki, szóval egyszer válaszolhatsz, ha elválaszoltad, rossz a válaszod, akkor buktad. Szigorú leszek, Facebookon is lehet válaszolni, szigorú leszek, mindenkitől csak egy válasz, és fontoljátok meg, hogy mi az. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!